Kövesi Ferenc plébános virágvasárnapi prédikációjában a közelgő húsvét üzenetére hívta fel a hívek figyelmét az új kertvárosi Szent II. János Pál kápolnában tartott ünnepi szentmisén. Az életünk az nem mindig diadal menet, nem mindig hozsannázott menet. Sőt, azt kell mondanunk talán, hogy több benne a szenvedés a legkülönfélébb formában. Kedves testvérek, ha tudjuk a különböző szenvedéseket alázatos szívvel, Jézus lelkületével, Jézussal együtt elfogadni, akkor ne felejtjük, hogy a végső utunk az mégiscsak a dicsőség lesz. A végső utunk az mégiscsak a feltámadás útja lesz. A feltámadás útja, ahol az Isten magához emel bennünket, magához fogad, és magához ölel mindannyiunkat. A kápolna megépülésével egy régóta dédelgetett álom vált valóra Pécs legsűrűbben lakott város részében. Az új plébániához kertváros déli része, valamint filiaként Gyód, Keszű, Kökény, Nagyárpád és Postavölgy tartozik. Ellátott iskolái a Gyódi Általános Iskola, a pécsi Apácai Csere János 1-es számú és 2-es számú általános iskola, valamint a pécsi I. és Gyula Általános Iskola, óvodái pedig az Apácai Óvoda és AMK, a Gyódi Óvoda és AMK, és a kertvárosi óvoda Németh László utcai tagóvodája. Tegnap is nagyon sokan voltak, tömeg állt kint a kápolna előtt. Nyilvánvaló, hogy az újdonság varázsahoz hatott az emberekre, de most a délelőtti szentmisén is azért a kápolna megtelt. Nyilvánvaló, hogy ez majd eloszlik, tegnap az első misére azért sokkal többen jöttek. A fáradtságon kívül azért öröm van a szívemben és a lelkemben, nem csak azért, mert elkészült, mert szép lett és megnyílt, hanem azért, mert nagyon sokan mondták azt, hogy várva várták már, hogy az egyház valamit lépjen itt ezen a részen is, hogy legyen templom, legyen közösség. És én azt gondolom, hogy most itt a lehetőség, és mindenki tényleg, aki oda tud tenni valamit, már itt szervezkedtek a nénik is, fiatalok kérdezték, hogy indul-e felnőtt katekézis a plébánián. Én most is megerősítem azt, hogy az emberek jók, és ha jó irányba tereljük őket, akkor még a rossz embert is vissza lehet hozni a jó útra. Ezért vagyunk, Szentlélek irányított ide bennünket, és hát adja az Isten, hogy tényleg ne csak létszámban legyünk többen itt a kápolnában, hanem az itt lakók is érezzék meg a lelkükben azt, hogy az Úristen akar itt valamit, és ők is tegyenek és jöjjenek közénk. A közösség Szent II. János Pál pápa felhívásával kezdte meg közös szolgálatát, munkáját. Az élet evangéliumának felszabadító üzenete a kezetekbe került. Mint a nagy pálapostolnak, nektek is meg kell éreznetek a feladat sürgősségét. Ez nem az az idő, hogy szégyeljük az evangéliumot. Itt az ideje, hogy a háztetőkről is ezt hirdessük. A kápolnában nagy csütörtökön 18 órától az utolsó vacsora szentmiséje lesz. Nagypénteken 17 órakor lesz a keresztút, és 18 órakor a nagypénteki szertartás. Nagyszombaton 19 órakor húsvéti vigília, azaz szentmise feltámadási körmenettel és ételszenteléssel, húsvét vasárnap és hétfőn pedig 10 óra 30 perctől és 18 órától lesz a szentmise.